Régen van a nyári szünetnek, a nyárnak még nem. A színház megbízott igazgató helyettese szerint a szünet ellenére dolgos volt az idei nyár. A Harmonia Albensis program, valamint a nyári színház keretében mintegy 5000 néző előtt játszottak a színház művészei. A teátrum mostantól kizárólag az új évadra összpontosít. A nagy közönség a nagy színpadon láthatja majd az Óza nagyvarázslót, a Finitót, a Csárdás királynőt, a Vihart, az Anna Kareninát, Testőrt, valamint a Család ellen nincs orvosság című darabot. A Pelikán udvarban is a stúdió színpadon szintén számítanak a közönség érdeklődésére. Előbbinek nagyobb teret adnának, és a gyermekek felé is nyitni szeretne a színház. Beazonosítható legyen a Pelikán Kamara Színház, hogy milyen előadásokat kaphatott az, aki arra felé jön, és aki azt szeretné megnézni. Próbálunk a gyerekek, illetve az ifjúság közönség felé nyitni. Így lesznek kreatív interaktív gyerekelőadások Zsuzs Kati rendezésében, illetve beavató színházi előadások. Ezt pedig én rendezem. Az idei premier előadás az Óza nagyvarázsló lesz. A darabot Silló Sándor rendezésével állítják színpadra. A mű új, korszerű dramaturgiát kap, a zenét pedig Ferenci György szolgáltatja hozzá. Ez egy családi gyerekmusical lesz. Nem a musical zenekultúrából, mert Ferenci György zeneszerző inkább a bluesos, rockosabb, kicsit jazzbe hajló, de nagyon népszerű zenét komponált hozzá. És hát 18 dal van, tehát ez egy musicalnek is becsületére válna. A Vörösmarty Színház tehát elkezdte a munkát, mától a nagy közönség számára is elérhető a színház megújult honlapja, ahol további információkat lehet találni a darabokról és a bemutatók időpontjáról.